Egy Tóth Norbert szabadrúgás az 56. perc végén. Én ebben úgy többet éreztem ebbe a szabadrúgásba. Tóth Norbi nagyon jó rúgótechnikájú játékos. Én azt gondoltam, hogy itt kell majd egy bravúr a kapustól. Szerintem nagyon, nagyon odarúgta az ölébe. Ezek voltak azok a percek, amikor úgy lehetett érezni, hogy területe van a Lombardnak, a Debrecen nem nagyon ér vissza, és ez egy óriási palkóhelyzet. Igen, itt viszont Tóth Norbi nagyon jól eltalálta azt, ahova kell egy ilyen beadást adni. Picit túlfejelte, hát még azt sem mondhatom, hogy rutintalanság, hiszen nagyon jól gondolta, hogy a hosszúba becsúsztatja. Kicsit hibázott. Második NB1-es meccsét játsza Palkó, lehet, hogy ha a harmadikat, akkor ez már bement volna. Aztán Abbo a 64. percben távolról. Ez egy jó kísérlet, erre szoktuk azt mondani, ha ez gól, akkor kapus hiba. Ha megfogja, akkor bravúr, hiszen a létsz alá menő labdáknál a kapusnak ott kell lennie, viszont látványos a védés. Nem sokkal később Varga József próbál kiszabadítani egy labdát Zulevsz mellett, de sikerül is neki, de ellenfélhez adja, és ez egy remek lövés, nem sokkal mellé. Igen, ezek nagy hibák mindig, amikor hátrafelé megy egy védőjátékos, főleg a középpályáról lép oda, ott ki kell rúgni inkább tacsra. Jovánca ijesztgetett, itt pedig Miadinoszki gólt lő a 71. percben. Hát ez viszont óriási védekezési hiba, hiszen Lackó elmegy a rövidre, ott megcsúsztatja a labdát, és a kapu elé ott nem megy el senki Miadinoszkival, hát pedig ezek rengeteg ilyen szituáció van, tehát erre biztos vagyok benne, hogy fölkészülnek a csapatok, hogy az emberrel menni kell. Annyira bíztak abban, hogy Lackó elől kifejlik a labdát, hogy Miadinoszki, ahogy befut a kapu elé, nézzük meg, ellép róla a védő, én most meg nem mondom, hogy ki az, de a lényeg az, hogy nem ment el Miadinoszkival, és ez egy döntő hiba volt. Kissé lendületbe került a Debrecen, és egy újabb nagy védés Szűcstől, ami, ha úgy tetszik, megint csak meccsben tartja a Lombardot, hiszen negyed óra volt hátra, és 0-2 lehetett. Igen, volt. Kellett a reflexehez. Itt nagyon jó megy a rövidre a játékos, ugye, talán ő is Miadinoszki volt. Talán egy picit be is bele is ér, de Szűcs nagyon jó védett. 84. perc, Tóth Norbert, Rajnai a bal lábára veszi át, és hajszál pontos a lövés. Igen, egy ilyen suhanós lövés, ebben nagyon keveset lát a kapus. Itt blokkolni kellett volna, tehát egyértelműen lehet tudni. Tehát itt megint a gondolkodás, hogy Rajnaihoz kerül a labda hátra, várható volt, hogy bal lábra fogja elhúzni, és a védő egy picit a jobb oldalra indult el. Ennyi elég volt ahhoz, hogy Rajnai lövőhelyzetbe kerüljön, és el is találta a hosszú sarkot. Majd pedig jön a két meccs labda, először Dombi, aki nincs lesen, megpróbálja középre passzolni a labdát Szilágyinak, végül menteni tudnak a védők, ez nagyon nagy helyzet volt. Hát nagy helyzet volt, szerintem ezt 10-ből 9-szer Dombi odarúgja Szilágyi lábára, látható, itt ebből a szögből lehet látni, hogy hosszan adja Szilágyinak a labdát, ez pont annyi utat tesz meg, hogy a védő lendületből hátulról odaér. Aztán Abbo elsőre nem megy, másodikra igen, Jovánczai mellé. Hát ez meg a másik meccslabda, ezért érdekes a futball, hogy a hosszabbításban megnyerhette volna Pápa azt a meccset, amit gyakorlatilag egyszer elbukott. Hiszen nem tudott élni a mezőny fölényében a második félidő elején, és aztán sikerült egy távoli lövéssel egyenlíteni, és itt a meccslabda. Hát mit mondjuk, ha erre, ha nem igazságos. A lövések aránya a második félidőben 10-2. A Lombard Pápa javára, ez azért nagyon sok mindent elárul. Igen, és a labdabirtoklás is, ne felejtsük el, 53-47 volt a Debrecennek szünetben.